Megnyílt az út a pékségek előtt, hogy ismét tepertős pogácsának nevezzék az eddig kényszerből másként hívott pékárút. Egy uniós szabályozás ugyanis szigorú feltételekhez kötötte az elnevezés használatát. Lakatos Tibor, a Pékszövetség alelnöke, a Vella Kft. Ügyvezetője 2016-ban kérvényezte ezeknek a kritériumoknak a módosítását, melynek néhány hete lett meg az eredménye. Az Európai Unió engedélyezte a változtatásokat, és Lakatos Tibor itt is van velünk a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hosszú harc volt? Hosszú. Hát négy év az, azt hiszem, hogy elég sok idő. Nagyon sok noszogatás árán végül is február 11-én ugye megszületett a határozata az Európai Uniónak, hogy ismét lehet ilyen minőségi pogácsát gyártani, és a vásároknak az örömére. Na, árulja el akkor nekünk az előzményeket, miért nem lehetett, illetve részben lehetett, ugye? Lehetett. Hát én ettem korábban, legalábbis tepertős pogácsának nevezett ételt, vagy mások úgy nevezték, de lehet, hogy éppen hivatalosan nem úgy. Hát a tepertős pogácsa egyik legrégebb sütőipari termék, 1390-es évekbe nyúlik vissza ennek a történelme, amikor ugye a disznőlés koraszegény paraszt emberek a tepertőből készítettek tepertős pogácsát. Ugye a népmeséből ismerik a történetét, a hamuba sült pogácsa. Na, idejében kezdődött a története. Tehát ez aztán konkrétan hamuban sült pogácsa? Mármint úgy, hogy akkor pár évszázaddal ezelőtt ezt így hívták. Így hívták, igen. Nyilván ott a fatűzésű kemencék voltak, és ugye a hamut nem vették ki, mert akkor pirul szépen meg, és nyilván innen van a jelző. De aztán a középkor második felében vált igazából ismerté ez a tepertős pogácsa. Aztán ugye eljött a 2007, ahol leszerették volna a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje közreműködésével, a Magyar Agrárminisztérium leszerette volna védeni ezt a terméket, hogy Európai Uniós védett legyen, különleges terméknek nevezzék ezt a tepertős pogácsát. Igen, ám csak miután a sütőiparban, ebben az élmiszer bizottságban kevés súlya szerepelt a Magyar Pékszövetség, ezért úgy védették, de 2011-ben adta be az Agrárminisztérium a javaslatot, hogy a tepertős pogácsa ne legyen csak 25-30 mm átmérőjű, súlya 25 és 50 g között lehet, és ugye az összetétele is meg volt határozva. Egy legnagyobb fájdalmunk az volt, hogy meghatározták a zsírtartalmatnak a felső határát, ez 25 visszavetítve, ez 25-30% lehetett. Na most ugye a pékek viszont szerették volna tovább gyártani ezt a terméket, hiszen a pék szakboltokba azt a pici kis pogácsát nehéz volt eladni, és akkor 2016-ban kérvényeztük, hogy módosítsák a tepertős pogácsának az összetételi méretére vonatkozó előírásokat. Azt kértük, hogy lehessen 25 és 100 mm átmérő a tepertős pogácsa, hiszen az volt az igazi mérete a tepertős pogácsának, és nagyon fontos a változás volt az, hogy ne legyen felső határa a zsírtartalomnak, hanem a gyártó saját maga döntse el, hogy milyen mértékben tesz be zsírtartalmat. Egy fontos volt, hogy a zsírtartalomnak legalább 65%-a tepertőből kell, hogy származzon. Tehát ezért is tepertős, nevezzük tepertős pogácsának. Tehát eltelt az idő, igazából a pékek gyártottak továbbra is tepertős pogácsának megfelelő termékeket, például nálunk bőlét pogácsának neveztük ezt a terméket, de igazából az Európai Uniós védettség miatt nem lehetett tepertős pogácsának nevezni. Hát nyilván az más jellegű volt, az emberek nem is nagyon fogadták a bőlét pogácsa nevet, hát és nagyon sok levelet írtunk a minisztériumnak, illetve ők pedig a Brüsszelnek, hogy próbálják felgyorsítani ezt a folyamatot. Hát aztán nagy csodára, ugye február 11-én megjött a lehetőség. Ugye nagyon fontos, hogy aki régebbi időszakból emlékszik rá, ugye amikor Budapestre mentünk, föl a szőlőskertnél, és nagyon sokan csak azért álltak meg, hogy ezt a tepertős pogácsát tudják majd fogyasztani. A régi hármason, ugye? A régi hármason, igen, a idősebb korosztály. Van a hármas, csak nem az M3-as. Igen, akkor még, ugye addig még Gyöngyöstől ment csak az autópálya Budapestig, de tényleg nagyon sok, az én korosztályom ugye ezt ismerte.
Akkor az, hogy védettséget élvez, az nem azt jelenti, hogy hungarikum, vagy hungarikum már nem lehetne nyilvánítani? Nem, nem lehet, ez egy különleges termékcsoportba tartozik az Európai Uniónál. Ugye nagyon fontos, hogy a kétfajta módon készülhet a tepertős pogácsa. Van az úgynevezett leveles, mint ami itt is látszik, leveles tepertős pogácsa. Ennek ugye az a lényege, hogy leveles tésztából készül a tepertős pogácsa. Az összetétele, mint említettem, legalább 65% tepertőből kell, de lehet tojást tenni ebbe, például van fehérbolt, van benne tejföl, és nyilván kísérletezgettük mi is, hogy melyik legyen az, amikor igazából visszajön ez a régi íz. Tehát a leveles tepertős pogácsa ugye úgy készül, hogy elkészítjük a tésztát, nyilván benne a tepertő, és hajtogatjuk. Tehát minden hajtásra rá körül egy tepertő zsíradékkal. Nagyon fontos, hogy csak sejt és zsír lehet a két réteg között, és ezt három hajtással végezzük el, és egymás között ugye összesül a tepertő a zsíradékkal, és ettől lesz ilyen szép leveles szerkezetű a tepertős pagácsa. Ugyanez az összetétel lehet úgynevezett homlós tepertős pagácsát csinálni, ahol be van keverve a dagasztáskor ezek ugyanezek az alapanyagok, csak nem nincs kinyújtva a tészta a leveles formába, hanem ki van szaggatva a tepertős tésztából, és úgy készül el. Úgyhogy van lehetőség arra szabályozni, hogy ki melyiket szereti. Nyilván a vevő dönti el, de én a leveles tepertő pogácsának vagyok a híve. És meg fogom kóstolni, nem engedjük, hogy hazavigye. Biztos, hogy nem. Jó, mi magyarok egyébként mennyire kedveljük? Nagyon nagy, hát ez egy nagyon régi, és ugye régi módszerrel készült, és régi hagyománya van a tepertős pogácsát. Tehát a vidéken, a falusi időszakban disznőléskor mindenképpen bálba ezt ették az emberek, esküvőkor ezt használták a tepertős pogácsát, tehát azt gondolom nagyon nagy hagyományom a tepertős pogácsának, és nagyon bízom benne, hogy újra előkerül ez. Nagyon fontos, hogy például nálunk a szakboltunkban ott sütjük helyben ezeket, tehát illatos, nagyon jó az ízvilága a tepertő, ez úgy gondolom, hogy visszaadja azt a régi ízvilágot a tepertős pogácsának, tehát én csak azt tudom mondani, hogy nekem az egyik kedvenc termékem, mert az a tepertős pogácsa. Most már nekem is. A pékek pedig azért széles skálán mozoghatnak akkor, amikor megalkotják a saját receptúrájukat, gondolom. Nagyon-nagyon fontos, hogy a sertés legyen, mi is kísérletezgettünk többféle sertészsírral, ami igazából tepertőt is, többfélét kipróbáltunk, ugye tepertő is van, az is lehet tepertőkrémből csinálni, lehet egy nagyon fontos, nem tartalmazhat adalékanyagot, semmiféle adalékanyagot nem tartalmazhat a tészta, és semmiféle tartósítószert sem. De miután ugye nagyon magas a tepertő által a zsírtartalom, tehát ez 2-3 napig is ilyen marad a termék, hiszen nem tud kiszáradni a magas zsírtartalom miatt. És nagyon laktató. Azt az nagyon laktató, tegyük hozzá, egy 10 óraira vagy uzsonnára el lehet majszolni. Elkezdték már forgalmazni? És igen, akkor milyen tapasztalatokkal? És forgalmazók, a Pékszövetség többi tagja is már kísérletezik, ugye mivel ugye február 11-ét hirdetés követő 20 napon belül lehet elkezdeni, és még nagyon fontos előírás az Uniónak, hogy a gyártás megkezdése előtt a népiket tájékoztatni kell, hogy elkezdtük gyártani, hiszen ők ezt nagyon szigorúan veszik ennek a minőség ellenőrzést. Itt valóban csak az legyen tepertős pogácsa, amely megfelel az előírásoknak. Tehát én azért gondolom, hogy egységes lesz, egyformák lesznek a fő jellemzője a tepertős pogácsának, hiszen a népik ez nagyon nagy hangsúlyt feknek ennek az ellenőrzésére. Hova tovább egyébként, arban nem lehet gondolkodni, hogy mondjuk a tepertős pogácsa meghódítja a külföldet, mint például a kürtős kalács? Hát, én azt gondolom, hogy a tepertős pogácsa is olyan, mint a magyar pálinka, tehát én is nagyon sokszor viszek külföldre pálinkát, tehát szerintem nem értékelik egy francia, biztos nem tudja meginni, vagy ezt az erősségű pálinkát. Én azt gondolom, hogy elsődleges cél az, hogy igazából itt Magyarországon a vevőket visszacsábítsuk erre az ízvilágra. Én azt gondolom, az elsődleges cél, hogy itt fogyasszuk ezt. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk.